2020. január 15-től működik SM-centrum a Kanizsai Kórházban, a címet pályázat útján nyert el a neurológiai osztály. A betegeknek ezentúl nem kell a megyeszékhelyre utazniuk, hogy az ellátást megkapják, kevesebb lesz a várakozási idő, ráadásul ugyanaz marad a gondozóorvosuk, mint aki az akut rosszabbodásukat is kezeli. A szklerózis multiplex főként a fiatal felnőtt nőket érinti. Az első tünetek 20 és 40 éves kor között jelentkezhetnek. A szklerózis multiplex az a központi idegrendszernek autoimmun betegsége. Elsősorban a ideg nyúlvány külső borítóját, az úgynevezett mielin támadja meg. A tünetek jelentkezése attól függ, hogy a központi idegrendszeren belül hol is zajlik a folyamat. A leggyakoribb első tünet a látóideggyulladás, vagy pedig az egyensúlyérzés elvesztése. A centrumban csütörtökönként végzi a gondozást két orvos és két ápolónő. Az új SM-centrum kapcsán tartott sajtótájékoztatón elhangzott fontos szakmai elismerés, hogy az intézmény ezzel az új ellátási formával bővült. Azt kell tudni egy szklerózis multiplex centrumról, hogy nem elsősorban a technikai felszereltség az, ami miatt ezt a megtiszteltetést megkapja valaki, hanem az itt folyó szakmai munka elismerése. Marad a Györgyi hozzátette, a neurológiai csapat magas színvonalon, de a munkaerőhiány miatt sokszor erőn felül dolgozik. A 47 ágyas fekvőbetegosztály Nagykanizsa és vonzás körzetét, Keszthely és vonzás körzetét, valamint egy-két somogyi falut lát el, összesen 135 ezer beteget. Évente jellemzően 2100-an fordulnak meg az osztályon, amely egyébként stroke centrumként is működik.